A kerékpáros szélzónák ezen az ábrán akkor így jelennek meg, van egy regeneráló, van egy alapálló képességi 1-es, alapálló képességi 2-es, van egy fejlesztési tartomány, annak van egy intenzívebb része, a VO2 max zóna, és van egy csúcsterhelési tartomány, az anaerob laktacid zóna. Jól látszik az aerob extenzív és az aerob intenzív, valamint az aerob-anaerob átmenetnek a tartományai. A futásban általában ez egy picit máshogy szokott lenni, ott nincs külön regeneráló és alapálló képességi 1-es, mégpedig azért, mert hogyha valakinél a laktátküszöbhöz eleve alacsony sebesség tartozik, tehát az alapálló képességi 1-es aerob extenzív zónának a sebessége, tempója alacsony, akkor annál még alacsonyabb regeneráló tempót nem lehet meghatározni, itt időtartam. Tehát a gyakorlatban, az edzői gyakorlatban az időtartam dönti el, hogy egy rövid átmozgató edzés lesz belőle, vagy egy hosszú zsíranyagcsere edzés, egy hosszú tartós futás. A másik különbség a kerékpároshoz képest, hogy itt viszont az aerob intenzív zóna a ketté van bontva, van egy ilyen a zónának a nagy részét kitevő középtávú futás tartománya, ez az aerob intenzív zóna tulajdonképpen, és az IAS-nél pedig van egy tempózóna, az a küszöbb tempó, az egy ilyen általában ötütéses, szűkebb tartomány. A többi az tulajdonképpen ugyanaz. Felhívnám a figyelmet néhány érdekességre, amivel nem árt tisztában lenni. Itt van a különböző nemzeteknél elfogadott zóna kiosztás és elnevezések. A magyar terminológiát már beszéltük, ez az első probléma ezzel, amit mondtam, hogy az anaerob extenzív és anaerob intenzív zóna, azt nem nevezhetjük igazából anaerobnak, ugye ez lesz majd az aerob-anaerob átmenetnek az extenzív és az intenzív tartománya, és amit a magyar laktát toleranciának hív, az lesz tulajdonképpen az anaerob zóna. A másik probléma ezzel kapcsolatban pont ez a laktát tolerancia, hogy ez is rosszul hangzik, hiszen ott pont felszaporodik a laktát, tehát fiziológiásan ott nincs tolerancia, ott pont szökik az egekbe a tejsav. A tolerancia az pszichés tolerancia, tehát hogy meddig bírjuk még, hogy az már úgy fáj, már ott oxigénhiány van, és akkor ezt meddig toleráljuk, de ez igazából ez nem igazi tolerancia. A következő probléma az a németeknél van. Érdekes módon a német kerékpársportban és a német triatlonban egy kicsit más elnevezéseket használnak, és ez egy akkora probléma, hogy ha elolvasol egy német szakkönyvet, akkor ugyanazon a néven két teljesen különböző intenzitási zónát fogsz találni. Látszik is az ábrán. De az aerob intenzív, az a német kerékpársportban az alapálló képességi 2-es zóna. Ez teljesen logikus, jól értelmezhető. Ugyanez a német triatlonban, pedig az aerob-anaerob átmenet extenzív tartományának lett a neve, és ők beiktattak a GA1 meg a GA2 közé még egy ilyen GA1/2-t, ezt én így kerékpáros edzőként nem is tudom értelmezni nagyon, úgyhogy nem árt, hiába német nyelvű szakirodalom, ezt nem árt tudni, mert nem biztos, hogy ugyanazt fogjuk érteni alatta. Egy ilyen magasabb intenzitási zóna már is teljesen mást dolgozunk. Ami jó, az a regeneráló zónának az elnevezése, csak hosszabb, tehát rövidítésnek nehezebben használható, a RECOM, regeneráció, kompenzáció benne van mind a kettő a nevében. A harmadik ilyen probléma az, amire már utaltam, ez az amerikaiaknál van, hogy a laktát threshold alatt mást értenek, mint amit a Dikut módszer kapcsán mi értelmezünk. De ott van a laktát küszöb, a kék vonal, laktátgörbe alsó-első töréspontja, ehhez képest ugye a laktát küszöbb tartomány az sokkal magasabban van az amerikai zónakiosztásban, azért, mert ők a maximális laktát steady state-et értik laktát küszöb alatt. És a negyedik probléma pedig szintén a német triatlonban mutatkozik meg, itt a VO2 max zónát úgy hívják, hogy versenyspecifikus állóképesség zónája. Ez azért nem stimmel, mert a versenyspecifikus állóképesség az mást jelent. A versenyspecifikus állóképesség annyit jelent, hogy versenyszituációban a különböző
anyagcsere folyamatoknak az összessége, versenyszituáció és különböző kondicionális képességeknek az összessége a versenyszituáció által támasztott nehezítő körülmények mellett. Tehát nincsenek kimért résztávok, mint edzésen, hanem egy megindulás után, mondjuk egy maximális anaerob laktacid erőkifejtés után nincsen 3-5 perce a foszfátrendszernek az újratöltődése, mert rögtön jön a következő ugyanilyen erőkifejtés, az intenzív küszöbmenés után nem pihenünk, hanem megyünk még intenzívebben adott esetben, vagy sprintelünk egyet, és mellette még figyelni kell a versenyre is, meg egyéb dolgokra. Ez az egyik megközelítés, ami miatt mást értünk alatta. Ez csak a versenyekkel fejleszthető, tehát magyarul hozzá kell szokni a versenyzéshez magához, a versenyterheléshez magához. A másik pedig az, hogy mondjuk egy Ironman-nek ez az intenzitási zóna, mitől lesz versenyspecifikus terhelés. Ő ebben a zónában gyakorlatilag 0 percig tartózkodik valójában. Lehet, hogy pulzusban fölmegy oda, mert mondjuk még eleinte stresszes, meg aztán ugye amikor elkezd felmelegedni, stb. Felmegy a pulzus, aztán később majd úgyis lemegy, már nem tudja felvinni a pulzusát, de alapvetően ő a VO2 maxnak a 100%-a környékén, a versenyen nem nagyon tartózkodik. Tehát ezt nem nevezhetjük versenyspecifikusnak.